Exatlon versennyel zárult a sportválasztó tábor, ahol hétfőtől péntekig 9 mozgásformát próbáltak ki csoportokra bontva a résztvevők. 124 fiatal gyűlt össze a Városi Ifjúsági és Sportcentrumban, hogy részesei lehessenek ennek a különleges programnak. Az extrém sportot senkinek sem kellett bemutatni, mindenki izgatottan várta, hogy végig mehessen a pályán. Jó akadályok vannak benne, és lehet ismerni sztárokat. Nagyon jók benne a pályák, meg nagyon jók benne az emberek. Szerintem nagyon jó lesz, és más nagyon nem tudok róla mondani, mert nagyon várom. Sok benne a sztár sportoló, és megismerek benne még új sportolókat is. Ott mindig sportolnak, meg mindig harcolnak egymással. Az Exatlon sikere miatt a szervezők úgy döntöttek, a kihívás teljesítése méltó zárása lesz ennek a hagyományteremtő kezdeményezésnek. Az Exatlon egy nagyon népszerű sportvetélkedő műsor, ami most már 4 éve megy az egyik csatornán, és gyakorlatilag nagyon sok gyerek rajong érte, és szerintem nagyon sok gyereket rá is tudtak venni ezáltal a sportolásra, úgyhogy én is fontosnak tartottam, hogy itt a gyerekek kipróbálhassák, és élő szereplőkkel találkozhassanak. Somhegyi Krisztián és Buzás Dorottya a verseny kezdetéig megállás nélkül aláírást osztottak a lelkes táborozóknak. A tévés hírességek fontosnak tartják, hogy a testmozgás szeretetét átadják a következő generációknak. A mai gyerekeknek nagyon fontos az, hogy egészséges életmódot éljenek, hiszen nagy részben most már a kütyük vannak a mindennapoknak a központjában, és ezért nagyon fontos az, hogy legyen meg a mozgás, legyen meg a sportszeretet, nem létszükségletű az, hogy igazolt szinten, de hogy mégis azért mozogjanak valamennyit az iskolán kívül is. Igyekszünk egyébként úgy viselkedni és azt képviselni, hogy a sport az egy nagyon jó dolog az életben, és nagyon messzire el tudja juttatni az embert, és öröm látni, amikor ilyen rendezvényekre eljövünk, hogy ennyi gyerek van, ennyi gyerek, aki érdeklődik a sport iránt, és szereti is csinálni a sportot, és mi igyekszünk ezt bennük egy nyomatékosítani, és igen, jó példát mutatni. A program megálmodói azt tervezik, hogy legközelebb még több zalaegerszegi klubot vonnak be, így jövőre várhatóan tovább bővül a kipróbálható mozgásformák palettája.